2024. július 17-e, évközi 15. hét szerda, gondolatok a Veritasra a napi evangéliumból. Magasztallak téged, Atyám, ég és föld ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Nem egyszer hallani, hogy valaki azt mondja, nem vagyok én olyan okos, bölcs és tanult, hogy megértsem, ami a Szentírásban le van írva. Kicsi vagyok én ehhez, nem értem. Jézustól viszont éppen azt halljuk, hogy aki magát bölcsnek és okosnak tartja, azok elől el van rejtve a mennyei atya tanítása, és a kicsinyek azok, akik számára az feltárul. Hogyan lehetséges ez? Mit jelent mindez? Isten legfőbb tanítása számunkra az, hogy ő a mi mennyei atyánk, aki mint a szülő a kicsi gyermekét úgy szeret bennünket. Úgy gondoskodik rólunk, úgy tanít, vezet bennünket, mint a legjobb atya, anya a kis gyermekeit. Az imádságban is nem az a jó imádság, ami szépen megtanult szavakból, okosan megfogalmazott mondatokból áll, amit hosszasan fel tudunk mondani Istennek, mint egy hosszú verset, mutatván, hogy mi bölcsek és okosak vagyunk, ennyi mindent el tudunk neki mondani. Nem. Az igazán jó imádság az, amikor, mint egy kicsin gyermek a szülőjéhez, úgy megyünk oda hozzá, vágyakozással, hogy együtt legyünk vele, a mi szerető atyánkkal. Ha úgy figyelünk rá, úgy hallgatjuk őt, mint egy kisgyermek az ő szerető apját, anyját. Amikor akár csak a legegyszerűbb szavakkal is, megosztjuk vele mindazt, ami éppen foglalkoztat bennünket, amik éppen a kérdéseink, a bánatunk, fájdalmunk, vagy az örömeink, a hálánk, a szeretetünk, a magasztalásunk a minket szerető atyához, Istenünkhöz. Mert ahogyan Jézus egy másik helyen is mondta, legyünk olyanok, mint a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa.